Erőszakos Izrael ellenes tüntetéseket ígért a palesztin főtárgyaló abban az esetben, ha az ENSZ elutasítja a palesztin állam elismerését. A CBN TV társaság New Yorki tudósítója az ATV-nek azt mondta, Mahmoud Abbas legfeljebb két hetet hajlandó várni arra, hogy a világszervezet döntsön az ügyben. Közben diplomáciai botrányt kavart a palesztin ENSZ képviselet új honlapja, ennek fejlécén egy olyan embléma szerepel, amely Izrael helyett a palesztin államot ábrázolja, Tel Avivtól a Jordán folyóig. Az iráni és a török elnök is felszólal az ENSZ közgyűlésén, amely eredetileg pénteken szavazott volna a palesztin állam elismeréséről. Barack Obama elnök beszéde után azonban Mahmoud Abbas, a palesztin hatóság elnöke bejelentette, nem számít arra, hogy a világszervezet már a héten döntést hoz a kérelmükről. A kéthetes haladék elvileg lehetőséget ad mindkét félnek a tárgyalásokra. Az elmúlt napokban azt láttuk itt New Yorkban, hogy nagyon lázas diplomáciai tevékenység zajlik az ENSZ folyosóin. Az amerikai diplomácia mindent megtett, hogy elkerüljék a konfrontációt az arab világgal. A Közel-Keleten sokan a palesztin ügy árulójának tartják Barack Obamát, aki tavaly még megígérte, hogy egy éven belül államuk lesz a palesztinoknak. Most viszont bejelentette, hogy megvétózza a javaslatot. Obamának azonban a közelgő elnökválasztás miatt is fájhat a feje. Miközben a világvezetői az ENSZ tárgyalótermében vitatkoznak, a New Yorki utcákon is zajlik a kampány a palesztin állam létrehozásáról. Szeptemberben egy olyan New Yorki választókörzetben nyert republikánus jelölt, amely 80 éve mindig demokrata képviselőt küldött a kongresszusba. A brooklyni körzet választóinak többsége ortodox zsidó, akik Obama elnök közel-keleti politikája miatt szavaztak a demokrata jelölt ellen. Most az ENSZ beszéddel Obama a zsidó választóknak is üzent, hogy számíthatnak rá. Közben diplomáciai botrányt kavart a palesztin ENSZ képviselet hivatalos honlapja. Ennek nyitó oldalán ugyanis egy olyan térkép látható, amelyről kitörölték Izraelt. Helyén a palesztin állam látható a földközi tengertől egészen a Jordán folyóig.